Véget ért a farsangi szezon. Ennek lezárása 2023-ban, február 21-ére esett. Ez a nap húshagyókedz napja volt, amikor is utoljára ehetnek húst azok, akik részt vesznek a katolikus egyház 40 napos bőtjén, mely a megtisztulásról, a bűnbánatról és az áldozatvállalásról szól. Utóbbi hanvazó szerdával kezdődik idén, február 22-én. A bőjt az fontos, hiszen az embert önfegyelemre próbálja nevelni hogy uralkodjunk az ösztöneinken, az érzelmi világunkon, és egy kicsit, hogy bűnbánatot gyakoroljunk. A bőtnek ez a jelentősége, hogy meghozza az ember szívében a bűnbánatot. Mindig egy tisztulási idő volt, egy testi-szellemi tisztulási idő, ez a 40 nap, hogy felkészüljünk a húsvétra, a feltámadásra. A szigorú bőjt már csak nagy nagypéntekre és hamvazó szerdára szól. Ekkor a 18 és 60 év közötti hívek a nap folyamán háromszor étkezhetnek és egyszer lakhatnak jól. Alapvetően egyházi ünnep, de számos népszokás is kötődik ehhez az időszakhoz. A lányok ilyenkor rony vagy tehénszőr labdával labdáztak, köcsögöt dobáltak. A labdázásra az alföldről, a köcsög dobálásra, csutizásra, csöntörözésre főként a Dunántúról vannak adatok. A bőjt időszak a tavasszal, a tavaszvárással is összekapcsolódik. Tehát a bőjt, a hústól való tartózkodás az nem zárta ki a különféle táncos vagy párkereső jellegű összejöveteleket, ami egy ilyen érdekes kettőség, hogy ugye a karneváli szezon véget ért, de ugyanakkor bizonyos közös játékok, közös mondókák, liturgikus alapokon nyugvó énekek, azok a bőti időszakban is elég elterjedtek voltak. A katolikus egyház ezzel a 40 nappal emlékezik meg a zsidók pusztában való vonulásáról, ami a Biblia szerint 40 évig tartott, míg végül elértek az ígéret földjére.